Szia! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan lehet manuális, azaz kézi fókuszálással bármilyen helyzetben 100%-ig éles fényképet kapni. Én Majer Miklós vagyok, a Tiszta Ég, Tiszta Föld fotós weboldal szerzője, és ebben a videóban a következő témáról lesz szó. Mi is az a manuális fókuszálás, mikor érdemes használni, hogyan nem érdemes csinálni, és végezetül arról lesz szó, hogy hogyan érdemes csinálni, vagy hát mi a legjobb módszer erre a technikára. Úgyhogy vágjunk is bele! Először meg fogom mutatni egy DSLR, azaz tükörreflexes fényképezőgépen, majd megmutatom egy kicsi, kompakt, tükör nélküli fényképezőgépen is ezt a módszert. Tehát mi is az a manuális fókuszálás? Egész egyszerűen az a mód, amikor a fényképezőgépe autofókusz rendszerét kikapcsoljuk, tehát például az AF-ről MF-re állítom az objektíven lévő kis kapcsolót, vagy pedig a fényképezőgép menüjében kapcsolom ki az autofókuszt és rakom manuális fókuszra. Majd ezután egész egyszerűen a kezemmel mozgatom a fókusz gyűrűt és ezáltal fókuszálok. Most akkor mondhatod, hogy ha ez ennyire könnyű, meg ennyire egyszerű az egész, akkor minek erről egy külön videót csinálni. Nos, azért, mert azért ennél sokkal bonyolultabb is tud lenni. Most jön az a rész, hogy hogyan nem érdemes csinálni. Sokszor látok embereket ezt csinálni, hogy az optikai keresőbe benéznek, és közben így fókuszálnak, kézzel fókuszálnak, miközben a keresőben nézik a képet. Most ezt soha ne csináld. Ugyanis a tükörreflexes fényképezőgépek esetében, mint amilyen a kezemben van, ez egy Canon 6D, az itt lévő prizma, ami a fényt innen ide vetíti, az úgy van megcsinálva, hogy sokkal nagyobb, szélesebb mélységélességet láttad veled a keresőben, mint amilyen mélységélességű a fotó valójában lesz. Mutatok erre egy példát. Itt van ez a kis legós csendélet. Ezt látom a tükörreflexes gépem keresőjében. Itt látszik, hogy ez a kis ablaküveg, meg a legó bábú feje éles, mindkettő éles. Viszont, ha már tényleg elkészítem a fotót, akkor már látszik, hogy csak a fej éles, az a kis ablaküveg már nem. Tehát sokkal kisebb mélységélesség jelenik meg a fotókon, mint ami a keresőben látszik. Magyarul, ha tükörreflexes géped van, akkor soha ne próbálj meg manuálisan fókuszálni az optikai keresőn át. Ugyanis nem fogod tudni 100%-ig pontosan megállapítani, hogy most az egy fókuszált kép, vagy nem fókuszált kép. A második kérdés, hogy mikor érdemes használni a kézi fókuszálást. Szerintem minden olyan esetben, amikor nagyon szűk a mélységélesség, és nagyon fontos, hogy pontosan a téma legyen fókuszba, és nehogy el legyen csúszva a fókusz. Valamint minden olyan esetben, amikor az embernek van ideje rákészülni, beállítani, tehát például termékfotózásnál, éjszakai fotózásnál, makrofotózásnál. Én például az összes éjszakai fotómat ezzel a technikával készítettem, legyen szó mondjuk városképekről, tejutas fotókról, vagy éppen a holdfogyatkozásról. És ha már szó volt arról, hogy hogyan nem érdemes csinálni, akkor legyen szó arról, hogyan érdemes csinálni a manuális fókuszálást. Tükörreflexes fényképezőgép esetében az az első lépés, hogy a gépet élőkép módba kapcsolom. Ekkor megjelenik a gép kijelzőjén ugyanaz a kép, amit a szenzor lát, tehát azt látom itt, amit a szenzor gyakorlatilag kiolvas. És most jön a kulcslépés, hogy bele nagyítok az élőképbe ezzel a nagyítógomb segítségével egyszer-kétszer, és most tudok fókuszt állítani. De inkább megmutatom egy jobb példán, álmára teszem a gépet, hogy biztosan álljon, és ezáltal sokkal jobban lehet látni. Ebben a beállításban éppen a Samyang 14 mm-es nagylátószögű objektívemről szerettem volna egy fényképet csinálni, és azt szerettem volna, hogy pontosan azokon a számokon legyen a fókusz, ne előrébb, ne hátrébb, de a mélységélesség viszont elég szűk legyen, a háttér el legyen mosva. Ezért a gépet beraktam élőkép módba, bele nagyítottam az élőképbe, megkeresem azt a területet ezekkel a kis nyilakkal, ahova akarok fókuszálni, majd egész egyszerűen kézzel a fókuszgyűrűt forgatom, és fókuszálok. Fókuszálok, majd amikor úgy érzem, hogy már jó, éles a téma, akkor exponálok.
majd az expozíció után mindig lecsekkolom, hogy ténylegesen éles lett-e, nem mozdult-e be, nem mászott-e arrébb a fókusz, bármi. Tehát megnyomom az előnézet gombot, majd pedig bele nagyítok a képbe, és megnézem, hogy a téma éles-e. Megmutatom a fényképet is, ez a fényképnek egy vágott verziója, ez pedig a 100%-os nagyítása a fényképnek. Most megmutatom egy tükör nélküli kompakt fényképezőgépen és a manuális fókuszálást. Ez egy kis Sony RX 100-as kompakt gép, amit amúgy imádok, és a videó nagy részét ezzel a kis géppel vettem föl. Először a menüben kikapcsolom az autofókuszt és átrakom manuális fókuszálásra. Valamint a menüben szintén beállítom ezt a fókusz assist vagy fókusz segédlet funkciót, bekapcsolom on-ra. Ez azt jelenti, hogy ha elkezdem tekerni a gépemen a fókuszgyűrűt, akkor a gép ezt érzékeli és automatikusan bele nagyít a képbe, ezáltal és én sokkal jobban tudom érzékelni, hogy mi van fókuszban és mi nincsen, ezáltal könnyebb fókuszálni. Ennyi. Mutatok még egy gyakorlati példát. Fotózás a csillagos ég alatt. Ilyenkor gyakorlatilag semmilyen fényes vagy kontrasztos dolog nincsen, amire lehetne fókuszálni, ezért a csillagokon kell megtalálni a pontos fókuszt. Jelen esetben egy Canon 6D és egy 50 mm-es objektíven mutatom meg, a gép állványon van, manuális fókuszba teszem az objektívet, manuális módot állítok be a gépen, és nagyjából beállítom azokat az expozíciós értékeket, amik majd jók lesznek, ISO 1600, 4 másodperc, meg mondjuk F2.8-as rekesz kezdetnek pont jó lesz. Majd bekapcsolom az élőképet, belenagyítok, akkor még nem sok minden látszik, de hogy elkezdem forgatni a gyűrűt, már kezdenek előjönni a csillagok, meg keresek valamilyen fényesebb csillagot. Itt van például a fiastyúk nevezetű objektum, ezen pont jól lesz fókusz állítani. Tekerem a fókuszgyűrűt, tekerem, ide-oda, majd amikor úgy látom, hogy a legélesebbek, a legpontszerűbbek a csillagok, akkor megvan a fókusz, és lövök egy tesztképet. Miután az expo elkészült, a képet megnézem és bele nagyítok 100%-osan, hogy lássam, hogy tényleg éles-e. Hát ez élesnek néz ki. Most megmutatom a teljes fotót is, ez a teljes fotó, ez pedig, hogyha belenagyítok 100%-os nagyítással. Gyakorlatilag ennyit tudok mondani a kézi, azaz manuális fókuszálásról. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra itt alul, vagy itt, vagy látogassátok meg a weboldalamat tisztaég-tisztaföld.hu, ahol számos ingyenes, magyar nyelvű fotós leírást találhattok. Egy kis érdekesség itt a fiastyúk objektum kapcsán. Az egyik csillagot Merope-nak hívják, ezt, és ez a név, hogy Merope, a Harry Potter rajongóknak ismerősen hangozhat. Várom kommentben a megoldást, hogy ki is Merope a Harry Potter szériában. Találkozunk nem sokára!